Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, a Szent Misénket a Hozsanna énekes könyv 226-os énekének első verszakával kezdjük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a szeretetben. Nagy szeretettel köszöntelek, kedves testvéreim, mindnyájatokat. Itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban köszöntöm paptestvéreimet, köszöntöm a jelenlévő lelki gyakorlatozókat, és természetesen ma is együtt ünnepelhetünk az Apostol Televízió kedves nézőivel, akik otthonaikban kapcsolódnak be a Szent Misénkbe. A lelki gyakorlatozó testvéreinkért ajánljuk föl most a Szent Misét, és a Szent Mise könyörgéseiben, és így a Szent Mise felajánlásaiban különös szeretettel imádkozunk a betegeinkért és betegeink gyógyulásáért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és unatkozással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Mindenható örök Isten, hívők üdvössége, hallgass meg minket, amikor irgalmadat és segítségedet kérjük beteg testvéreinkért. Add, hogy egészségüket visszanyerjék, és hálát adjanak neked egyházadban. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. A szent ősök bölcsessége így tanít. Az Isten minden szava szintiszta igazság, megvédi azt,
aki szüntelenül benne bízik. Szavához ne tégy hozzá semmit, hogy meg ne fedjen, és hazugságban ne maradj. Két dolgot kérek, ezt add meg, Uram, mielőtt meghalok. A család hazugságtól óvd meg lelkemet, és ne adj nekem se gazdagságot, se nyomort. Csak annyit adj, Uram, hogy épp elég legyen, hogy jól lakván meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, hogy vajon ki az Úr, és szükségből se lopjak, meggyalázva Istenem nevét. Ez az Isten igéje. Istenem legyen az evangéliumban. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőségnek. Jézus összehívta a 12 apostolt, erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik, semmit se vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat. Hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, amikor ilyeneket hallunk, hogy az apostoloknak Jézus micsoda hatalmat adott, vagy micsoda kiváltságokat, amikor úgy félrehívja őket, külön tanítja őket, megígéri nekik a Szent Lelket, stb., akkor sokszor megkísért bennünket az a gondolat, hogy hát ezeknek mennyi minden jutott. Micsoda privilégium, ugye? És akkor én vajon hol vagyok a sorban? Maradt-e nekem is egy kicsi belőle? Kedves testvérek, amit az Úr az apostoloknak adott, azt az egyháznak adta. Ő pedig az ő egyházát annyira szereti, hogy az életét adja érte. És ez az egyház, ezek mi is vagyunk. Ti is, én is. Építő kövei, élő téglái vagyunk az egyháznak, és belőlünk építi föl. És az, hogy élő, az azt is jelenti többek között, hogy nem passzív résztvevői vagyunk ennek az építkezésnek, hanem aktív. És ezzel azt akarom mondani, hogy korunk, hát ez már az utolsó 100 év egyik nagy betegsége, hogy intézménynek tekintjük az egyházat. Néha olyan szolgáltató központnak. Hát azért ez nem igaz. Még egyszer mondom, ne felejtsük el egy pillanatra sem, hogy aktív
tagjai vagyunk az egyháznak, és ez az aktivitás, ez pontosan az, amiről az apostol is beszél, hogy hát ha te megmutatod nekem a hitedet cselekedetek nélkül, akkor én majd megmutatom neked az enyémet cselekedetek által. Jézus az apostoloknak ugye gyógyító hatalmat, ördögűző hatalmat, az ige hirdetés karizmáját adta. Gondoljatok rá, gondoljatok bele, hogy amikor elmondjuk a mi atyánkot, akkor abban mi is nyilvánul meg? Mit kérünk? Mindennapi kenyeret kérünk, szabadulást kérünk a gonosztól. És amikor valaki téged kér, hogy imádkozz érte, és azt mondod, jó, elmondok érted néhány mi atyánkot, üdvözléljet, hát akkor éppen ezt kéred, hogy szabadítsa meg őt is a gonosztól. És Jézus még a számokkal is ott mondott valamit, hogy hányan legyenek azok, akik összegyűlnek az én nevemben, és már is ott vagyok köztük? Mit mondott? Hányat? Ugye? Tehát nem 200-at. Nem mondta, hogy 199 az még kevés. Nem. 2-3. Egyébként az egyházban ez is egy kulcs fontosságú pont, hogy 3 személy már alapíthat szerzetes rendet. Tudtátok? Az már egy kollégium. Tehát 2 vagy 3. Itt most többen vagyunk, mint 2-3. És ezért azt mondom, hogy ez a lelki gyakorlat legyen számunkra egy dobbantó deszka. Legyen ez egy olyan pillanat, ahol ugye árad a kegyelem, és ez a kegyelmi többlet, amit most begyűjtünk, ez legyen nekünk egy induló tőke. Az apostolokat küldi, menjetek és hirdessétek az evangéliumot. És radikális, nagyon radikális a meghatározás. Tehát az, hogy ne vigyél ezt, azt, amaszt magaddal, ez azt jelenti, ne te akart fölvértezni magadat, majd én megadok hozzá mindent. Szeretettel hirdetjük az evangéliumot, türelemmel, alázattal, de itt azt mondja, ahol nem fogadják el, onnan menjetek el, rázzátok le a port a lábatokról. Tehát semmilyen közösséget az ilyennel nem vállalunk. Ezzel azt is mondja, hogy ne legyen lelkiismeret furdalásod. Tedd meg a dolgodat, a többit hagyd az Úrra. És a gyakorlat azt mutatja, hogy 2000 évvel ezelőtt így, ahogy elindult, most meg itt tart. De még mindig van munka a szőlőben. Tehát ezzel a kegyelmi töblettel, ezzel a Szentlélekkel, amit itt kapunk, vegyük ki a részünket az apostoli munkában. Én azt mondom, hogy Magyarország megtérítése, és amiről a nővér is és az atya is beszélt, hogy hát induljon el a megtérés. Vegyük ki belőle a részünket, még egyszer mondom. De hogyan? Testvérek, miért ne ajánlhatnánk föl innentől kezdve napi egy mi atyánkot és egy üdvözlégyet Magyarországért? Tegye föl a kezét, aki nem tudja fejből a mi atyánkot. Vagy az üdvözlégyet. Ahogy a nővér tegnap tanított, hogy 24 órába azért csak belefér. Tehát kérjük az Urat, adjon nekünk gyógyulást, szabadulást, és mint ahogy az atya tegnap prédikálta és tanított, a hit, ugye, bizalom és engedelmesség. Én azt hiszem, hogy innentől kezdve nehéz lesz azt mondani bárkinek, hogy hát nem is tudom pontosan, kiben kell bízzak. Hát ugye ez Jézus. És az engedelmesség. Hát az engedelmesség onnantól kezdve engedelmesség, hogy tudom, hogy kinek és miben. Ha megismered Jézust, akkor az ő akaratát is meg fogod ismerni.
És hogyha fölteszed a kérdést magadban, hogy Uram, neked esetleg lehet, hogy az az akaratod, hogy imádkozzak a hazámért, a népemért, hogy megtérjen. Hidd el nekem, hogy Jézus nagy örömmel fog bólogatni. És azt fogja neked válaszolni, hogy mindent megkapsz hozzá. Testvérek, amikor a szűzanya végighallgatta a Gábriel arkangyalt, akkor egyetlen egy kérdése volt, emlékeztek rá? Hogy mi volt ez a kérdés? Hát hogy fog ez megtörténni? A válasz nagyon megnyugtató volt. Ne is törődj vele. Hogy mondják magyarul most ilyen hétköznapja? Minden le van vajazva. Minden. Neked csak engedelmeskedned kell. Hát akkor legyen nekem a te igéd szerint. Amen. Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért Szent Fia életét áldozta. Krisztus egyházának egységéért, békéért és szüntelen növekedéséért kérjük Urunkat. Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és a papokért kérjük Urunkat. A hívek közösségéért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat. Minden elhunyt testvérünkért, hogy Jézus kegyelméből a földi élet után Isten örök országába eljuthasson, kérjük Urunkat. Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, a te akaratod szerint peregnek életünk percei. Fogadd el könyörgésünket és áldozati adományainkat, amelyekkel beteg testvéreink számára irgalmasságodat kérjük. Add, hogy akiknek elvesztésétől félünk, azoknak felgyógyulásán örvendezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltónk legyen. Ezért töltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük és egy szívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és Istenem vagy felhálásodat, amen. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Gábor Balázs és Kornél segédküszökünkkel, és az egész kapcsákkal tekintünk. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhűnt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmakban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindjájukon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség
mindörökkön, örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ti szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veled. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjél, hanem csak egy szóval mondom, és meggyújtom az életem. Az áldoztatás kezdetén a 126-os éneket fogjuk énekelni. Három helyen áldoztatunk, és Balázs atya egy külön a szélén a gluténmentes szentostjával áldoztatja azokat, akik ezt igénylik majd. Oh.
gondolunk most azokra a testvéreinkre, akik az eukarisztiát szentségi valóságában nem tudják magukhoz venni, otthonukhoz vagy ágyukhoz kötötten imádkoznak most velünk, és kérik az Úr Jézus kegyelmi látogatását a szívük mélyén. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, emberi gyengességünk egyedüli támasza, mutasd meg segítő hatalmadat beteg testvéreinken, hogy irgalmad erejéből felgyógyulva egészségben láthassuk őket viszont egyházadban, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a szűzanyával együtt örvendheztünk az Úr Jézus megváltó szeretetének, aki örök életet készít nekünk, de az örök élet útját már itt a földön előkészíti számunkra, hogy lélekben megújuljunk a mai nap jelenlévő testvéreimnek, a lelki gyakorlatozóknak, a lelki újjászületés lehetőségét is megadja a bűnbánatban, és így, ahogy a Szentmisében imádkoztunk, a testi megerősödést és gyógyulást is kérjük. Az áldás előtt még Zsuzsa hirdet. 9 órától 9:30-ig dicsőítés lesz. Utána kezdődik egy tanítás, egy fél órás szünet, megint tanítás, de ki van téve sok helyen a program. A mai nap, ahogy írtuk, böjti nap. Aki nem tudja, még soha nem böjtölt kenyéren és vizen, azoktól nem kérjük, hogy kenyéren és vizen böjtöljön, csak amennyi a kicsit lépje túl a komfortzónáját, a sajátját. Az imafüzetek megérkeztek, a kis kék pici imafüzetek, sokan kérdezték, hogy lesz-e, van, azt egy külön persejbe kell, mert azt a gödöllői testvérek küldik, és nekik kell majd az árát nekem odaadni. És 12:30-tól fognak jönni a papok, nem mindenki 12:30-re, de nagyon sok testvér itt körbe fog járni, és fog titeket irányítani, hogy hol van éppen gyóntatás, illetve ahol sor van, és mi látjuk, hogy máshol nincs sor, akkor oda fogunk titeket irányítani. Ne nézzétek a gyóntató atya személyét, hogy népszerű, vagy ismert, vagy én ide megyek, oda megyek, Jézusnak gyónunk. Tehát oda menjetek, ahol van szabad hely, majd ezt kérjük, jó? És 12:30-tól már lehet készülődni. Ha ilyen jó idő van, Pió atya meghallgatott minket, mert ma 3 mm esőt mondtak egyébként, akkor kint a fűben lesz a gyóntatás, egy szék az atyának, egy szék a gyónónak. Csináltam kis táblácskákat, hogy gyóntatás, tehát meg fogjátok őket találni. Köszönöm. A szűzanyával együtt örvendezve a 168-as ének első és második versszakát énekeljük. Most pedig áldást kérünk és fogadjuk az Úr áldását.
Kérem ezt jelenlévő testvéreimre itt a Szent Angyalok templomban, kérem ezt az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézőinek lelki javára. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! A boldogságos Isten szülő Szűz Mária, Szent József, őrangyalaitok és védőszentjeitek égi közben járására, felszentelt papi kezeim kiterjesztése által áldjon, őrizzen és védelmezzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oldalmon, esedezzet lévünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sejjel vezére, a sátánt és a többi gonosz ellene, akik a lelkeresztére körüljárnak a világban, Isten erejével, taszítsd vissza a kárhozat elébe. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörülj érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörülj érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörülj érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörülj érettünk.